A rezsicsökkentés egy nem csak politikailag, hanem még inkább gazdaságilag egy fundamentuma a kormány politikájának, hiszen ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, ahhoz az alacsony energiaárak kulcsfontosságúak. Ennek most nem akarok közgazdasági fejtegetésekbe menni, de ahhoz, hogy a belső fogyasztásunk nőtt, abban nagyrészt belejátszik a rezsicsökkentés, ugyanis ezt a pénzt nem vitték ki az országból, és az embereknek itt maradt rezsipénzt, azt elköltötték, vásároltak rajta, és ez belejátszott abba, hogy a gazdasági növekedés a belső fogyasztás miatt meglódult. Ugyanígy nyilvánvaló, hogy az ország, és ez egy exportorientált gazdaság, versenyképessége nagyban függ attól, hogy milyen áron van az energia. Zárójel egyébként az egész Európai Unió szintjén, az egész EU-nak a versenyképessége nagy mértékben romlik attól, hogy nagyon drága az energia ár. Az Egyesült Államokban sokkal olcsóbb. Tehát következésképpen az előállított termékek is drágábbak, és ezért kevésbé versenyképesek. Ezért a rezsicsökkentés nem csak politikai szempontból, nem csak társadalmi szempontból, hanem gazdasági szempontból is egy fundamentális pontja a kormány politikájának. Ezért részleteket nem tudok önnek mondani, a levelet nem ismerem, de a rezsicsökkentés folytatása és a rezsicsökkentés eredménynek a megvédése az egy fundamentális pontja a kormány stratégiájának, és a gazdasági stratégiájának.